2012. március 23 és 25 között immár 22. alkalommal került megrendezésre Debrecen éves utazási szakkiállítása, amely a régió legnagyobb ilyen jellegű eseménye. A tavalyi évhez hasonlóan a debreceni utazás és szabadidő 2012 kiállítás és vásár helyszíne idén is a Kölcsey Központ volt. Az utazás, kiállítás és vásár látogatói a 10 éves debreceni Feeling Fantasy Tánc Stúdió tagjainak produkciójában is gyönyörködhettek. Mediátor utazási iroda tevékenységkör felelősét, Simon Erinát arról kérdeztük, hogyan készültek az idén erre a kiállításra. Ez az új dizájn igazándiból annak köszönhető, hogy körülbelül egy hónappal ezelőtt elindult az új weboldalunk, aminek a neve www.utazásmediator.hu, és igazándiból most jelenleg itt Debrecenben a standunkat ennek megfelelően készítettük el, hogy ezt a weboldalt a lehető legjobban tudjuk promotálni és bemutatni, hiszen szeretnénk, hogyha ennek a látogatottsága szépen nőne, és be tudnánk vezetni. Az utazásmediátor honlap merőben más honlap, mint ami eddig volt. Egy nagyon jó keresővel van ellátva, és több utazási adának az XML-je működik benne, azaz a keresőben most jelen állás szerint körülbelül 8-9 utazási iroda ajánlatait találják meg az utasok, ilyen 1800 út van jelen állás szerint feltöltve, mellett kézi feltöltések is vannak természetesen, de ami nagyon fontos, hogy az utas nagyon könnyen és nagyon gyorsan tud tájékozódni a pontos árakról, a különfizetendőről, arról, amit tartalmaz az ár, és nem egyetlen egy útból választhat, hanem rengeteg alternatíva áll a rendelkezésére, és mindezt otthon kényelmesen a foteljéből megteheti. Másrészt meg a weboldalt úgy terveztük, hogyha valaki kinéz magának egy utat az oldalon, nem rögtön lefoglalja, hanem ajánlatot kér. Az ajánlat kiírásban leírja, hogy mit szeretne, hova, hogyan, mikor, és mi válaszolunk rá e-mailben, illetve hogyha megad a telefonos elérhetőséget, mi felhívjuk, mert továbbra is szeretnénk a személyes kapcsolatot tartani az utasokkal, mert ez nagyon fontos, és ezt mindenféleképpen szeretnénk ápolni, mert úgy érezzük, hogy az utas akkor bízik meg egy utazásodában, akkor tudja, azon túl persze, hogyha már többször is utazott velünk, hogyha azt mondja, hogy ővele beszéltem telefonon, többször írásban, és akkor tudja, hogy egy fix személy áll mögött, és akkor biztos, hogy nem. Tehát érzi a gondoskodást, érzi a fix állapotot. És két katalógussal is megjelent az idei évben ugyancsak a Q-Mediátor utazási iroda a piacon. Miket ajánlunk az idén az utasoknak? Így van, a két katalóguson közre az egyik egy belföldi katalógus, belföldi szálláshelyeket ajánlunk egészen a kempingektől kezdődően, apartmanok, panziók, egycsillagos szálldától az ötcsillagos szálldáig, kastélyhoteleken keresztül, tehát a teljes széles repertoárban ajánljuk a belföldi szálláshelyeket. De természetesen a katalóguson túl is tudunk még szálláshelyeket ajánlani több ezer számban. A másik kiadványunk pedig körutazások, városlátogatások címmel készült el. Európai autóbuszos és repülős utakat ajánlunk a környező országokban.
Ezek közül kiemelném két utunkat. Az egyik ilyen utunk a Világörökségek Csehországba, amelyik május elején kerül megszervezésre. Ez egy autóbuszos, hatnapos kirándulás, és egy nagyon szép körutat írunk le, érintve Prága, Telc, Kutnahorá, Český Krumlov, tehát számos település is. Egy igazi történelmi túra lesz ez. A másik utazás pedig majd augusztusban lesz, egy belföldi háromnapos körutazás, ahol egy kicsit érintjük éppen Ausztriát, hiszen az Esterházy család és a Széchenyi családnak a történetében fogunk egy kicsit kutakodni, az ő élőhelyüket, környezetüket, múltjukat próbáljuk bemutatni az érdeklődő utasoknak. Nagyon szép a stand, visszatérve a standra, és ezt értékelte is a szervező, illetve a közönség is, úgy gondolom. Meséljük el a nézőknek, hogy mit kapott az utazási iroda ezzel kapcsolatosan. Hát ez egy nagyon nagy díj egyébként, és ennek nagyon örülünk, mert évek óta próbálkozunk, és úgy tűnik, hogy most ez az arculatváltás, mert az arculatváltásunk nem csak abban nyilvánult meg, hogy az utazásmediátor, mint olyan létrehoztuk a weboldalt, hanem abban is, hogy új dizájnnal jelenünk meg, egyenruhánk van, tehát teljesen máshogy képviseltetjük magunkat, és ez egy egységet mutat. Egységesek vagyunk, erősek vagyunk, határozottak vagyunk, és tisztában vagyunk az utakkal, igyekszünk a lehető legjobban értékesíteni, itt a helyszínen is. És hát ez biztos az érdeklődő közösség is észrevette, mert nagyon sokan vannak a standunknál folyamatosan, és amikor az érdeklődők bejönnek a kiállításra, megveszik a belépőjegyet, akkor kapnak egy kérdőívet, amit ki kell tölteni. És ezen a kérdőíven van egy ilyen kérdés, hogy önök szerint melyik a legszebb stand, és hát mi vagyunk azok a szerencsések, amiket az utasok minket jelöltek a legtöbbször, úgyhogy ebbe az évben mi nyertük a közönségdíjat. A háromnapos eseményen a KUM Mediátor utazási iroda munkatársai arról számoltak be, hogy sokan itt a helyszínen fizették be útjaikat. Ennek is nagyon örülünk, hogy ide jöttek el hozzánk a helyszínre. Egy 20 fős olaszországi utazással fizetett be itt egy kisebb csoport, mert 20 fő az már csoport, és itt írtuk alá a megrendelőt, papírokat, szerződés, minden itt történt meg. Így van, nagyon örülünk, és ezáltal úgy gondoljuk, hogy azt érezzük, hogy az elmúlt évekhez képest már ismernek bennünket, visszatérnek hozzánk, tudják a nevünket, kik vagyunk, mit árulunk, úgyhogy ez ebben is megmutatkozik, hogy a standnál keresnek fel bennünket. A szatmárberegi pálinka lovagrend standján megtudhattuk, miből készül a híres szatmári szilva pálinka. A szatmárberegnek a fő terméke, a nagyon nevezetessége a szatmári szilva pálinka és a szilva lekvár. Attól különleges, mert alapanyaga a penyigei kék szilva, ezt a helyiek nem tudom szilvaként is emlegetik. Amit nagyon különleges az az, hogy teljesen biokörülmények között is megterem ez a gyümölcs, mind ártereken, mind kertekben megtalálható, egy apró szemű, roppant zamatos, lédús gyümölcsről van szó, és nagyon különleges zamatú pálinkát ad, és lekvár természetesen, amit teljesen különbözik az átlag szilvafajtáktól. A lekvár pedig abban, hogy 24 órán keresztül főzzük, kimagozzuk, és tulajdonképpen a gyümölcs redukált verziója ez. Csernyák László kereskedelmi és marketing igazgató arról is beszélt, hogy milyen gasztronómiai különlegességgel várják a Tarpára látogatókat. Tarpán található egy pálinkaházunk, mely arra szolgál, hogy az odalátogatókat bevezessük a pálinka fogyasztás világába, a pálinka fogyasztás kultúrájába, megismerkedhetnek a turisták a tarpai híres szilva pálinkával, a többi pálinkáinkkal egyaránt, van a tradíciós pálinkáink, érlelt pálinkáink, ópálinkáink, biopálinkáink, ágyas pálinkáink, és itt olyan gasztronómiai élmény nyújtunk, ami a pálinkán alapszik, megmutatjuk a gasztronómiai szerepét, értékét a pálinkának, és tehát tulajdonképpen pálinka vacsorákat szervezünk itt. A tarpai fekete macskát is bemutatták, mely tavaly kiérdemelte az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Díjat is. Ez az ágyas pálinka, diszkrét erotika az örök szellemi fiatalság jegyében.
Afrodité szigetét, Ciprust is meglátogattuk kameránkkal az utazás, kiállítás és vásáron, ha nem is eleven valóságában, de hallhattunk egy kis statisztikát, tavaszi programajánlót. Ugye Ciprus Afrodité a szépség és szerelem istennőjének szigete, igen, sok mindent nyújt a magyar utazóközönség számára. Alapvetően ugye egy mediterrán desztináció, a gyönyörű kép ég, és a gyönyörű homokos tengerpartok, de én azért felhívnám a figyelmét a kultúrára is, ugyanis több mint 10 000 évre tekint vissza. Ezen belül is a görög kultúra örökségeire, például a Kurioni Színház vagy a Paphoszi mozaikok mind-mind érdekes lehet az utazóközönség számára. Hál' Istennek nem panaszkodhatunk, ugyanis az elmúlt 3 évben több mint 10%-kal növekedett a magyar turisták száma. Jelenleg 12 000 fő látogatta tavaly meg a szigetet, és remélem, hogy az idei év is hasonlóan sikeres lesz. Bár mondjuk a malév csődje azért okozott egy kis fennakadást ugye a repülőforgalomban, de úgy néz ki, hogy ez sikerül kiküszöbölni, mind fapados légitársaságok, mind charter gépek is üzemelnek majd a nyáron. Valami különleges program esetleg az idei nyárra? Most, ami következik, ugye az ortodox húsvét, ami mindenképpen érdekes lehet, és májusban pedig a Kurioni Színház előadásai, ami már ugye kiváló lehetőséget nyújtanak, illetve a klasszikus nyári programok, a fürdőzés, a napsütés, az élményparkok, szerintem ez mindenképpen érdekes. Kassa 2013-ban jövőre Európa kulturális fővárosa lesz. Erről hallhattunk részleteket Jelinková Szonyától, aki a Szlovák Idegenforgalmi Hivatal budapesti képviselet vezetője. Jövőre Kassa európai kulturális főváros lesz, együtt Marseille-el Franciaországban. Igen, Márairól beszélhetünk. Beszélhetünk Márairól azért, mert Márai lett az egész projektnek a fő arca. Tavaly júniusban nyílt együtt a budapesti irodalmi, Petőfi Irodalmi Múzeummal egy út, egy úgynevezett Márai emlékút. Ez a Márai emlékútnak van egy térképe. Ez az emlékútra fel vannak készülve az idegenvezetők magyar nyelven is Kassán, és a másik oldala a térképnek egy budapesti léptékei a Márainak, nem hiányzik belőle a Centrál Kávéház, Kassán nem hiányzik belőle a Thália Színháznak a stúdiója, a cukrászda, ahol megismerte a Lolát, a feleségét. Kassának gyönyörű a főterete. Évek óta, vagy évtizedek óta erre figyel Kassa városa. Ez a projekt folytatódik-e? Tehát van-e más része Kassának, amit megnézhet az utazó? Az egész tér, az egész főtér gyönyörű. A Székesegyház, a Szent Erzsébet Székesegyház az utolsó keleten található római katolikus templom. Tudjuk nagyon jó, hogy aztán már jönnek az ortodox és a görög katolikus templomok, de fel van újítva a Rákóczi kripta már több mint 3 éve. Fel van újítva a Szent Mihály kápolna, ahova a belépést meg kell rendelni, nem lehet bármikor bemenni. Fel lehet menni a toronyba és megnézni Kassát fölülről. De meg van csinálva a Kassai Nemzeti Színház is. Előtte van egy fantasztikus ilyen színes, beszélő, éneklő szökőkút. Beszéltünk a lelki és a szellemi étkekről, beszéljünk egy kicsit a gasztronómiáról. A szlovák gasztronómia nagyon finom, nagyon nehéz és nagyon egészségtelen. A jutúros dereje, a jutúros trapacska vagy a káposztás trapacska, az biztos, hogy nem diétásan van előkészítve, nagyon jó, és zsebre van igazítva. A magyar vendég igazán kis pénzé nagyon jókat tud enni, nagyon jókat tud látni, a belépők, minden úgy elő van készítve, hogy mindenki láthassa és mindenki megnézhesse. A Robinson Tours területi képviselőjétől, Szokodi Bélától a bolgár tengerparti lehetőségekről érdeklődtünk. Hát igen, rengeteg ilyen utasom van, aki úgy, hogy 25-30 évvel ezelőtt volt, amit nagyon megváltozott. Ugye, ami mellette szól az, hogy végig homokos tengerpart van az egész part hosszában. Ez a, ami mondjuk Horvátország rendszerben kavicsos, van, aki nem szereti, itt homokos van végig, és rengeteg új építési szálloda van, egyfolytában tartanak az építkezések, és 4-5 csillagos szállodák is all-inclusive ellátással foglalhatóak. A fakultatív programokkal foglalkoznak-e? Vagyunk 10 páran idegenvezetők, van magyar nyelvű gyerekanimáció, amit szintén mi csinálunk, illetve 1-2 szállodába magyar nyelvű recepciós is van, akiket szintén mi foglalkoztatunk. Plusz ugye fakultatív kirándulásokból rengeteg van, akár lehet menni búvárkodni, ez a klasszikus jeep safari a hegységbe, vízesésekkel, patakátkelésekkel, várnai kirándulás delfináriummal egybekötve, szozopoli kirándulás, ami egy hasonló kisváros, mint Nesebár.
Isztambulba el lehet menni, mondjuk oda útlevél kell, ez egy kikötés van, illetve van ez a Magellán hajókázás, Nesibára városnézés, ez pedig egy hajókázás 4 óra all-inclusive ellátással a hajón, ebéddel, fürdési lehetőséggel, illetve van még 3 ilyen éjszakai programunk, ami kifejezetten fiataloknak van, ami teljesen ingyenes. Folklór eset kihagytam a programok sorából, elnézést, és a saját programjaink, amiket mi szervezünk, idegenvezetők, azok ismerkedési koktélest, onnan ingyen diszkóbuszjáratokkal visszük az embereket a diszkóból, ingyen belépő van. Van egy magyar karókiest, illetve idén nyáron egy diszkóhajó lesz, ami szintén ingyenesen igénybe vető majd a magyar utasoknak. Beszélgettünk Zám Tibor úrral, a Best Risen ügyvezető igazgatójával, akik már a budapesti kiállításon is rendszeresen ott vannak, és ide is eljönnek, vidékre is. Miért tartják fontosnak az utazás kiállításokat, azt, hogy még ide a keleti végekre is eljöjjenek? Számunkra Debrecen különösen fontos, mert az idén nyáron 3 chartergépet is szeretnénk indítani Debrecenből, egyet Törökországba, egyet Tunéziába, egyet pedig Egyiptomba. Egyébként is egy nagyon erős bázisunk a keleti ország rész, rendkívül sok utas kerül ki az utasaink közül, nagyon sokan származnak innen, nagyon sokan fizetnek be az útjainkra. Az idei nagysláger valószínűleg Törökország marad, de úgy néz ki, hogy Tunézia is visszatér a palettára, a tavalyi politikai problémák után rendeződött a helyzet, minden rendben van, és nyugodtan elmutatom, hogy nagy lesz a kereslet, ezt már most látjuk, mert sokkal olcsóbbak az árak, mint akár tavaly vagy tavaly előtt voltak. Ez a mai időben nagyon-nagyon fontos lett, a szolgáltatások jók, a színvonalukkal semmi probléma nincs, a közbiztonság helyreállt, az árak viszont átlagosan 15-20%-kal csökkentek. Ugyanúgy sikeres Egyiptom, ahol a tengerpart üdülhelyek teljesen biztonságosak, és itt is az árérték aránylag kiváló, azzal, hogy a szállodák rendkívül komoly árengedményeket adnak az utasok visszaszerzése érdekében. Hát azt mondhatjuk, hogy utazni jó, utazni kell továbbra is. Ez egyre inkább fontos, utazni jó, utazni kell. A mai rohanó világban egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a hétköznapi robotból, a stressz helyzetből kiszabaduljunk egy rövid időre, és feltöltődjünk. Tehát itthon ülni, szabadságot kivenni és pihenés, de nem igazán környezetváltozás. Sokkal nagyobb a regenerálódás, hogyha egy teljes környezetváltozáson esik át valaki. A hétköznapi rutinokból ki kell szabadulni. Ha itthon ülünk és otthon a telken pihenünk, az fizikailag pihenés, de lélekben, mentálisan sokkal nagyobb feltöltődés, ha teljesen megváltozik a környezet, és új élményekkel is tudunk gazdagodni. A tavalyihoz hasonló eredménnyel és több mint 6000 érdeklődővel zárt a 22. debreceni utazási kiállítás a Debreceni Kölcsei Központban 2012. március 25-én. A 3 napos eseményen a Kum Mediátor utazási iroda munkatársai arról számoltak be, hogy sokan itt a helyszínen fizették be útjaikat. Nagy érdeklődés volt a külföldi utak iránt, ebben nagy szerepe van annak, hogy a Debrecenből induló repülőjáratokat igen kedvelik az utazók. Az utazási kiállítás és vásár népszerűségét jelzi, hogy még az oly válságos időszakban is megrendezésre került. Igaz, Debrecen kiemelkedik a régiók közül azzal, hogy itt a vendégek jelentős része nem csupán prospektusvadászatra érkezik, hanem konkrét elképzelései vannak, célirányosan válogat az ajánlatok között. A péntektől vasárnapi zajlott kiállításon több mint 80 utazási iroda vett részt, hotelek, panziók, fürdők, wellness központok kínálták belföldi és külföldi utazási lehetőségeiket Debrecenben, a Kölcsei Központban.